Kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit, vendégeket, testvéreket, az Úr áldása és békéje legyen velünk. Isten tiszteltünk kezdéséhez énekeljük együtt énekes könyvünk 219-es számú énekét. 219. Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus szent nevében jövünk szent színed elé. Telve van szívünk hálával, köszönettel irántad, hogy megtartottál, egész héten vezettél, megsegítettél munkáinkban, teendőinkben. Megtartottad életünket, erőnket, egészségünket. Sok-sok hálával tartozunk, Urunk, amelyeket ki se tudunk fejezni színed előtt. Köszönjük neked, hogy irányítottál szent lelked által, hogy eljöjjünk találkozni veled és embertársainkkal, testvéreinkkel. Köszönjük neked ezt az előjogot, hogy megadod nekünk ingyen kegyelmedből. Köszönjük neked, hogy te tanítasz nap, mint nap, tanulhatunk tőled, és a te útaidon járhatunk. Jó Úrunk, most arra kérünk, hogyha vannak betegek közöttünk, családjainkban,
látogasd meg őket, és gyógyítsd meg a betegeket, Urunk, a Te szent akaratod szerint, hiszen nem szereted a szenvedőket, hanem megsegíted és meggyógyítod őket. Jó Istenünk, megkérünk szépen, áld meg a Te igédet számunkra, amelyet készítettél, de áld meg a szolgádat is, aki által szólani fogsz, hogy oly szavakat szóljon, amely a mi üdvösségünket szolgálja, hogy ezáltal is tudjunk bizonyságot tenni rólad az embereknek. Az Úr Jézus szép nevében kértünk, hallgassál meg. Amen. Tisztelt gyülekezet, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy kis figyelmet kérek, a kijelentéseket szeretném megtenni. Betegeinek a listája egy személlyel növekedett, és pedig a héten csütörtökön Szentje Gyurika testvérünket műtötték, bal oldalt a forgójánál egy protézist kellett behelyezni. A megyei kórházban van, pontosan nem tudom, hogy hol, ha valaki tudja, esetleg szóljon. Tessék? 517-es szomában, ott, igen, tehát a szobaszámok már az emeletet is mutatják, tehát az 5. emelet 517-es szomában találjuk meg, és imádkozunk érette, hogy valóban sikeres legyen ez a műtét. Jövő héten, június 7-én úrvacsorai istentiszteletünk lesz itt ezen a helyen, tehát készüljünk erre az alkalomra, és értesítsünk mindenkit. Tehát jövő héten, június 7-én délelőtt úrvacsorai istentiszteletünk. Ugyancsak megemlítem, amit már a múlt héten is, hogy csak jövő héten, de a délután Aradon lesz egy ilyen nyílt, szabadtéri fúvós találkozó, akit esetleg érdekel, délután 5 órai kezdettel az aradi Eminescu Parkban a Néptanács háta meget lesz ez megtartva, tehát bánáti konferencia szinten találkoznak a fúvósok. Tehát jövő hét délután 5 órától. Közeledik a nyár, és közeledik a táborozásnak az ideje. Egyre több tábor ajánlat érkezik. Ezekből szeretnék most 3-at megtenni. Már ki van plakátolva, és olvasható a hirdető táblán a Magyar Egészségügyi Családi Tábor, amit a Mezőménesi Központ szervezésében történik, tehát Szekujeu, vagyis a Székelyó nevű helység mellett a Szekója panzióban lesz ez megtartva 2014, tehát augusztus 17 és 24 között egy hetes magyar egészségügyi családi tábor. Részletes információ 4 oldalon található, kifüggesztve a hirdető táblán. Nagykassa testvérünk megkért, hogy jelentsük ki innentől fogva minden héten, hogy egy újabb ilyen versenytábor lesz, ez az úgynevezett Enjoy tábor, fiatalok közül talán egyszer szerepeltek a váradi ifjak is ezen. Ez július 16-ától 20-ig lesz, tehát szerdától a vasárnapig. Minden nap lesz egyfajta kis ilyen versenyszellemű játékok, és a fő attrakció, fő verseny majd vasárnap lesz megtartva, kiválogatva az addigi jelenlevőkből több csapatot, és így. Sátorral, aki megy, akkor az a maga sátorozás ingyenes, csak 120 lej per fő az étkezés. Ha pedig valaki nem sátorral szeretne menni, akkor erre a 120 lejre még napi 10 lejért közös szálláshelyen lehet igényelni helyet. Tehát beiratkozási határidő július 1-e. Egy harmadik tábor, jelenleg még nem érkezett meg a plakát, ennek is a plakátja meg fog érkezni. A Kolozsvári Konferencia Ifjúsági Osztályának a vezetője hívott fel Pálffy Miklós
testvér. Ő egy magyar ifjúsági tábort szervez, úgynevezett zárójelbe kalandparkot. Augusztus 17-től egészen, augusztus 12-től 17-ig Lunkább rádulói helységben. Majd lesz több információnk, akkor többet is fogok tudni erről mondani, ha kiplakátoljuk. Itt még árat nem tudok. Június 1-e most vasárnap lesz, és múlt héten hirdettünk egy pádési gyalogtórát. Hát úgy néz ki, az időjárásra tettük függővé, hogy jelenleg ez a pádési gyalogtóra elmarad, mert itt a mi környékünkön is szerdáig szüntelen esőt mondanak, és ott fent is, és mindössze 5-8 fokot, tehát nem egy igazi élmény lenne, úgyhogy ez el van halasztva. Jövő héten a gyülekezetünk névsorában imádkozunk Mág Rita testvérnőként és az ő családjáért, hozzátartozóért, tehát jövő héten Mág Rita testvérnőnkért imádkozunk. És egy utolsó kijelentés, van egy ilyen CD a kezemben, egy énekes CD, már ismerjük bizonyára Papdán Csaba testvérünket, aki múltkor itt volt a fúvóssal és a pengetősökkel, tehát a második énekes CD-je Ma hív az Úr címmel. 15 lejes áron megkapható itt majd kint a pultnál Nagy Józsi testvérünknél. Tehát lendes audio formátumú, remélem, hogy mindannyian fogjuk tudni használni. Köszönöm szépen a figyelmet, és jó Istent, hogy áldottá további szolgálatokat. Most pedig következik az adományokért való felolvasás. Isten áldásainak ünneplése. Példabeszédek 10. rész 22 verse mondja: gazdaggá csak az Úr áldása tehet, a magunk fáradtsága semmit sem tesz hozzá. Gazdagok vagyunk, áldottak vagyunk, számtalan okunk van a hálára. Elismerésünket fejezhetjük ki Isten ránk árasztott áldásaiért. Ellen White azt írja: Isten az embereket javakkal áldja meg, hogy módjuk legyen művének előbrevitelére adakozni. Küld napsugarat és esőt, növekedést ad a növényeknek, ad egészséget és képességet eszközök szerzésére. Minden áldás jóságos kezéből származik. Ennek viszonzásául olyan férfiakat és nőket akar látni, akik hálájukat azzal mutatják meg, hogy visszaadják neki az ő részét tizedben és áldozatokban, azaz önkéntes, hála és bűnbánati áldozatban. Ha az Isten által meghatározott terv szerint minden jövedelem tizede befolyna az önkéntes adományok kincstárába, akkor bőség lenne az Úr művének előmozdítására. Felhívás. Vigyük előre Krisztus ügyét, a tőle kapott áldások felhasználásával. Hadd ünnepeljük ma meg Isten áldásait azáltal, hogy visszaadjuk az Úrnak a tizedet és önkéntes adományainkat. A mai adakozás a helyi gyülekezet költségvetését szolgálja. Összegyűjtjük a tizedet és az adományokat.
Mennyei jó atyánk, hálánkat szeretnénk kifejezni ezen pillanatokban, azért, hogy egész héten át érezhettük szeretetedet, kegyelmedet, melyel hordoztál. Köszönjük szépen azt, hogy megvolt mindenünk, volt ruházatunk, volt eledelünk. Köszönjük, hogy adtál erőt nap mint nap munkáinknak elvégzésében. Add jó Istenünk, hogy mindig hálás gyermekei tudnánk lenni. Add, hogy hálás szívű adakozói tudnánk lenni. Most elhoztuk tizedeinket és adományainkat. Arra kérünk, hogy áld meg. Add, hogy olyan helyre kerüljön, hogy az elérje célját, és minél hamarabb eljöjjél az égnek felőjén, magadhoz vegyél bennünket. Add jó Istenünk, hogy ez óra is áldásul szolgáljon nekünk, áld meg az ígét, áld meg ígédnek szólóját, áld meg szíveinket, hogy olyan tanítást adjon, hogy az formálja jellemünket, hogy a hétköznapokban is világosság legyünk az embereknek. Hallgass meg imánkat, és tégy többet gyarló kérésünknél, mert Jézus nevében kértük. Amen. Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen délelőtti alkalommal, és kívánom a Jóisten áldását mindannyiunk számára. Szeretettel köszöntöm az interneten keresztül jelenlevőket is, és ugyanakkor megkérnék így utólagosan mindenkit, ha véletlenül elfelejtettük lehalkítani a telefonjainkat, akkor még most megtehessük, hogy később ne legyen zavaró körülmény az ige hirdetés ideje alatt. Köszönöm szépen! A mai szombat egy különleges szombat a romániai advent nép életében. Úgyhogy itt megkérném, hogy ha lehet, akkor a technikai részt is segítsen be a továbbiakban. És pedig azért különleges, mert a mai nap folyamán, május 31-én ország szerte lényegében 100 éves évfordulóját ünnepeljük a Kurierul Adventist, hát a magyar nyelven ugyebár a mi számunkra advent szemle, de amikor még ez 100 éve elindult, akkor még nem volt magyar nyelven. Ennek az adventista folyóiratnak az évfordulója. Úgymondva a három angyal naplója, és ennek a folyóiratnak a történelmét és a jelentőségét szeretnénk megfigyelni. Valóban erre az alkalomra egy ilyen különlegesebb példányszánt is nyomtattak, ami valahogy így néz ki, ami próbálja összefoglalni a 100 év eseményeit és az ebben történteket. Ha tovább megyünk, magával a jelenések könyve 14. fejezetének 3. angyali üzenetével folytatnánk, így olvasom a 6. verstől kezdődően. És látték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek, ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtett a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. És más angyal követi azt mondván, leomlott Babilon, a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követi azokat mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. Ugyebár a három angyal üzenete, ami üzenetünknek a fénypontja, csúcspontja, és ami összefoglalja mindazt, amit mi nekünk tenni kell ezen a világon. Valóban, ha tovább megyünk, akkor meg kell itt említsük, hogy a három angyal előkészíti a földet az üzenet befogadására, és különleges esemény Jézus Krisztus második eljövetelének eseményének a fogadására. Úgy is mondhatnánk, hogy az angyaloknak a díszőrsége már az utolsó előkészületeket végzi. Bizonyára az egész világmindenség, az el nem bukott lények figyelemmel kísérik és várják ezen csodálatos végső eseményeknek a beteljesedését. Csak egyedül a földi bolygó, ami nemigen vesz tudomást ezen előkészületekről, tisztelet a kivételnek, akik ezen a földi bolygón mégis készülnek Jézus Krisztus csodálatos eljövetelére, de nagyon sokan nem tudnak tudomást szerezni erről, vagy nem akarnak, de mégis tudomást kell szerezzenek, és ezért munkálkodik a három angyal, hogy ez megtörténhessen. Elküldetett e három angyal, hogy előkészítsen egy népet, aki valóban segít az egész földi bolygón ezt az üzenetet továbbadni, hogy mindenki meghallja.
Ezek az angyalok naponta jönnek, mennek, át meg átjárják a földet azért, hogy ha lehet, minden ember meghallja Jézus Krisztus második eljöveteléről szóló üzenetet, és készüljenek erre az eseményre. Naponta emberek szívében, emberek lelkében munkálkodnak, akik a maguk folytán megtesznek mindent Isten ügyéért, hirdetik, és gyakorolják mindazon igazságoknak az elveit, amit a Jóisten rejájuk bízott. Már 100 éve, hogy az adventszemle, az a napló, úgy is mondhatnánk, hogy mint egy napló, amint keresztül a három angyal továbbítja a romániai hívők aktivitásának az impulzusát. Tehát ami egy kicsit úgy tartja az életet bennünk, amin keresztül tudomást szerzünk mindazon dolgokról, amelyek országunkon belül történtek a hármas angyali üzenet hirdetése véget. Mikor ez az egész folyóirat elindult, ennek előtt egy misszió nyilatkozat is szerepelt az első lapján ennek a folyóiratnak, amit így olvashatunk. A romániai hetednapi adventisták általános közgyűlésén nagyon sok más határozat között elhatározták, hogy kiadnak egy negyedéves újságot, mely beszámol a missziónkról, hogy így minden románul beszélő testvérnek megkönnyítse az események felismerését, és meglátni a munka haladását az általános misszió területen, mely az egész világ. A missziós tevékenységek fejezése által valóban a romániai misszió csatlakozhatott a világszéles misszióhoz. 1914. márciusában a folyóirat első száma ekkor jelent meg. Ennek előzményéről annyit mondhatunk, hogy a romániai terület, akkor még csak konferenciának nevezett, adventista testvéreknek az a közösségének volt egy alkotmányozó gyűlése, és ekkor döntöttek arról, hogy hát szükséges volna egy ilyen folyóirat, és már ez 1913. novemberében történt, és már rögtön a 1914-es év márciusában ki is adták az első folyóiratot, melynek az akkori neve a Kurierul Missionár volt. Szerkesztők többen is voltak a sorban, mind a mai napig, most nem fogjuk őket név szerint felsorolni, de az első szerkesztők Petre Paulin és Stefan Demetrescu testvér voltak, akik pont ezen a kezdeti nehéz időszakban vállalták fel ezt. Abban az időben, mikor ez a folyóiratot legelőször kinyomták, mindössze csak 450 adventistát számlált. Hát akkor még nem ebben a formában volt maga az ország sem, hanem valóban kisebb létszámban voltak a Romániában élők is. És az első román nyelven nyomtatott folyóiratoknak még ennek előtte, tehát ez amikor ők elkezdték, Paulini testvér és Demetrescu testvér, ez már a harmadik próbálkozása volt egy romániai folyóiratnak a kiadásában. Az első az 1884-re tehető, 1884 és 1888 között Toma Aslan pitesti testvérnek a közreműködése által jelent meg, az úgynevezett Ad Verum Present, tehát a jelenkori igazság nevet viselte. Aztán 1908-ban az idők jelei címen jelent meg újra egy folyóirat, az volt a második próbálkozás, és a harmadik próbálkozás pedig, tehát maga a Kurierul Missionár, ez volt, amit 1914-ben kezdtek el. Tehát, ahogy nőtt az egyház, egyre szükségesebbé vált, hogy valóban
egy ilyen belső folyóirat legyen, ami a testvéreket is összetartja, itt a külvilági misszióval is foglalkozik. 1914 nyarán viszont épp ahogy márciusban elkezdték a folyóirat kiadását, kitört az első világháború, ami rögtön nehézségeket állított ezen folyóiratnak az útjába, és az egész világháború ideje alatt mindössze 3 példány jelent meg. Ők szerették volna, hogyha egy negyedéves, 3 havonta megjelenő folyóirat legyen, de hogy márciusban megjelent az első, júniusban a második, ugye már rögtön a világháború így megnehezítette a további kiadást, és egészen 1918-ig, amikor lassan befejeződött az első világháború, még egy folyóiratot sikerült kinyomjanak, és 1914. június 28-ától kezdődően, amikor is a világháború elkezdődött. Ezen 4 év alatt körülbelül egy olyan 20 millió ember vesztette életét ezen világháborúban. Tehát 1916-ban, tehát ugye a közepe táján akkor jelent meg a 3. példányszám. És viszont hiába 1918-ban vége lett a világháborúnak, mégis 1922-ig nem indult újra a missziós folyóiratnak a nyomtatása. A továbbiakban Bukarestben 1920. júliusát írjuk, amikor is ezen a képen láthatjuk, hogy megalakult a hetednapi adventisták akkor úgynevezett evangéliumi gyülekezeteinek a Romániai Uniója. Tehát ekkora tehető a Romániai Uniónak a megalakulása, és ekkor már nem csak 450 tagot, hanem már 2000 tagot számlált, vagyis ez már a világháború után egy kicsit másképp alakult, tehát a jelenlegi térkép formájában alakult Románia, és ezért már ugyebár az Erdély hozzá csatolásával, tehát népesedett a magyarsággal is lényegében a Romániai Uniónak a létszáma, és így már 2000 tagot számlált az akkori advent nép. A következőben a világháború közötti időszakról ejtsünk egy pár szót. Tehát 1922-ben, tehát 20-ban alapult meg a Román Unió, és onnan már kezdtek gondolkozni azon, hogy újra kéne indítni ezt a folyóiratot, és 22-ben így újraindították a Kurierul Missionárt. 1925-ben már havonta jelent meg, és 16 oldalon lehetett az evangélium üzenetét olvasni, és így hirdette. 1930-ban egy melléklet is hozzá csatolódott a szolgálattevők részére, különböző információk, utasítások, hogy és mint egyik egyre áldottabbá a gyülekezeti szolgálatokat, és ugyancsak 1930-ban, tehát a Kurierul Missionár a tisztségviselők számára való melléklet mellett még magyar nyelven is ekkor megjelent először egy negyedéves folyóirat az adventi hírnök címmel. Innen tovább, tehát már a szerkesztők is mások voltak, Dumitru Floria testvér vette át, majd Vasile Florescu, Artur Vöker János testvér, és mind a mai napig még sokan mások. A következőkben nézzük meg, hogy mi volt a feladata ennek a missziós lapnak. Több pontban állapíthatjuk ezt meg. Nagyon fontos volt az egyház megszervezése szempontjából, tehát megszervezték az egyházat, és ki is adták ezt a lapot, de a lap tovább segített az egyház megszervezésében, és tehát különböző információknak az átadásában, amiben fejlesztették a gyülekezeteket, amiben különböző témákat
tártak a gyülekezet elé, és ilyen formában egységesen tudtak fejlődni. De nagyon fontos volt a hívőknek a nagy advent családhoz való kapcsolása is, mert azért nem voltak még túl sokan országos szinten, és sokféle kis helyen elszigetelődve voltak kisebb csoportosulások, és hát ritkán volt egy olyan esemény, hogy valaki egy ilyen nagyobb gyűlésre el tudott menni, de ezen missziós lapon keresztül mindenki érezhette azt, hogy hova tartozik, és összetartozik a nagy advent családhoz. És a hovatartozás érzésének a megteremtéséül is nagyon sokat számított ennek a lapnak a tevékenysége és a jelenléte országos szinten, nem csak a belső, hanem a határon kívüli testvérek számára is, mert határon kívül is voltak, mint hogy most is országunk polgára is sokan kívül élnek, és ott is megkaphatták ezt a folyóiratot, amin keresztül tudták, hogy hova tartoznak, és egységesen tudtuk képviselni az üzenetet úgy országon belül, mint országon kívül is. Az egyik fő témája ezen lapnak a következőkben a misszió volt. Tehát ezeken túl, amiket felsoroltunk, hogy sokszor aprólékosan gyülekezeti ügyek, intézése, rendezése, persze elvi síkon volt feltárva ebben a lapban, a legfőbb témája maga a misszió volt ennek a lapnak, és minden ügyosztály a misszió szervezésében volt megszervezve. Tehát nem csak a szombatiskola, nem csak az ifjúság, nem csak a nevelés, vagy pedig a diakónia, vagy bármely ügyosztály, minden úgy volt megszervezve, amire lehet, hogy jó volna odafigyeljünk, hogy is volt akkor, hogy ma is újra élesztük ezeket, de minden ügyosztálynak a missziós beállítottság volt. Minden tag, így van feljegyezve, egy prédikátor volt, akint keresztül Isten üzenete eljuthatott más emberek számára, és fel is vették ezt a felelősséget. Hogy valóban így volt, vagy nem így volt, hadd említsem meg, hogy az akkoriban a dél-európai divízió elnöke, amikor Romániában járt, Olson testvér, lehet, hogy egyesek még emlékeznek rá, megjegyezte, hogy ez 1930-ban történt. Hadd olvassam, szó szerint Romániában a Jóisten olyan csodálatos munkát végez, hogy a lelkészek nem tudnak eleget tenni a kerességi felkészítőknek és a kerességeknek. Tehát 1930-ban ilyen formában haladt a munka előre. A külföldi misszió munka is haladt, mint ez a képen is mutatja, itten Madagaszkáron, ott középen van egy prédikátor házaspár, férj és feleség, Konstantin Tolici testvérünk az ő feleségével, aki nagyon sok időt töltött Afrikában, és nem csak ő, hanem mások is, és Olson testvérünknek az a megállapítása volt, hogy valóban külföldi misszionárusaink is átadott életű emberek, az ottani különleges furcsa nyelveket gyorsan elsajátítják, és bármilyen nehéz körülményekhez gyorsan adaptálódnak. Tehát így a külföldi misszió munkában is élen járt akkor a mi országunk. De ezen időszak, ha tovább megyünk, a nehéz időknek az időszaka is, mert a második világháború időszaka következik, és a John Antonescu kormányzata idején a missziós folyóirat kiadása másodjára kezdett el szünetelni. A kommunista párt megalakulása után a Corriere több jelentősebb változást, úgy kell mondjuk, hogy szenvedett végig. Tehát nem volt könnyű fennmaradnia ennek a folyóiratnak. Tehát 1948-tól viseli a Corrierul Adventist nevet a missziós folyóiratunk, és 1950 és 55 közötti időszakban mindössze csak
kettő vagy olykor négy oldalon jelenik meg, de csak megjelenik ez a folyóirat, ami többnyire maga a szombatiskolákkal kapcsolatos hozzászólásokat tartalmazta. Majd egy kicsit később, 55 után már újra 16 oldalon jelenik meg ez a folyóiratunk. Ha tovább megyünk, 1950-től 1989-ig valóban eddig tart ez a nehéz időszak, de viszont végig mondhassuk azt, hogy megjelent, mint egy el nem oltott fáklya, eképpen volt jelen az országunk életében és az advent nép életében ez a folyóirat. Már maga a neve is világított ezen kommunista időszakban, hiszen tehát adventi hírnök, tehát ez volt, hogyha magyarul ejtjük ki, a kurierul adventist, tehát az adventet, a Krisztusvárást minden folyóirat első lapján a címe is képviselte. Aztán 1957 és 58-ban ismét sikerült, volt egy olyan próbálkozás, hogy magyarul is megjelent ez a folyóirat két éven keresztül, adventi hírnök címen, de teljes egészében a román nyelvű folyóiratnak a lefordítása volt, de így is örventek az akkori magyar ajkú testvérek ennek, de sajnos csak két évig volt ez lehetséges. Jó minőségű cikkek jelentek meg, melyek előre helyezték az advent hitet, és ezáltal szüntelen kiadásra kerültek, és a hívők által egy szüntelen várt, egy szüntelen olvasott, és nagyon is értékelt folyóirat volt ez a kommunista időkben. Ha tovább megyünk, akkor a folyóirat innentől fogva igazán elkezdett fejlődni, amikor is a kommunizmus bezárta kapuit. 1989-es forradalom után a megszorításoktól felszabadult ez a folyóirat. És pedig a megszorításokban azt még elfelejtettem megemlíteni, hogy nagyon ezen nehéz időszak alatt mondjuk úgy kötelezővé volt téve bizonyos szempontból az is, hogy bizonyos szociális, vagy pedig politikai színezetű cikkek is megjelenjenek a folyóiratban, és nagyon nehéz dolog volt ez, hogy eleget tenni a követelményeknek, a feltételeknek is, de mégis olyan jellegű legyen, hogy az megfeleljen a mi missziónknak is, tehát emberi jogokkal kapcsolatos, országok közötti békével kapcsolatos, és próbáltak a testvérek mindent kitalálni, csak azért, hogy eleget tegyenek ezen megszorításoknak, de mégis az emberek kezébe kerüljön ez a folyóirat. Tehát nem volt könnyű az akkori szerkesztők számára ezt megoldani. De 89-től kezdve ezen megszorításoktól felszabadultak, és már rögtön nem 16 oldalon, hanem 32 oldalon jelenik meg ez a folyóirat, és 1992-ben érje el a csúcsát, amikor több mint 8000, egészen pontosan 8004 szám lett kiadva és eladva az előfizetők részére, vagyis ennyi előfizetője volt lényegében a folyóiratnak. Szép évek szemléje, így folytathatnánk tovább a gondolatot, mert ezen időszakban, amikor felszabadult a megszorítások alul, az egyház újra felfedezte a misszióját, és maga a folyóiraton keresztül, a kurierul adventisten keresztül, ami nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy a missziót újra végezhessük. Evangelizáció, kongresszusok, élő vitáknak a kiadása, egészségügyi cikkek, vallásszabadság vagy teológia mind megtalálták a helyüket ezen missziós folyóiratunkban, és 1992-től viszont megkezdődik az advent szemle, tehát a magyar nyelvű
missziós folyóiratunknak is a kiadása, tehát a Magyar Ajkú Testvérek részére, ami mind a mai napig megszakítás nélkül történik. Tehát annyit még meg kell említsünk erről a szép évek időszakról, hogy a 1992-es év nem csak abból kimagasló, hogy a legtöbb előfizetője volt a missziós folyóiratunknak, hanem 1992-ben történt a legtöbb keresség is, akkor csatlakoztak a legtöbben az egyházhoz, abban az évben 7000-en csatlakoztak a romániai advent néphez. Talán, ha jól meggondoljuk, annyian csatlakoztak egy évben, mint hogyha a bánáti konferencia csatlakozott volna, és ennyivel bővült, tehát egy konferenciával bővült egy év alatt a romániai advent mű. Tehát azért ez valóban kimagasló esemény, sem annak előtte, és sajnos sem annak utána nem történt. Még azt meg kell említsük, hogy magyar nyelven is az advent szemle, ami kezünkben lehet, és 92-től elindult, ennek a faluvégi testvér, faluvégi Dezső testvérünknek a munkálkodása van a hátterében, és ő kezdeményezte elsősorban ezt a tevékenységet, melyet 1994-től Forrai Lázár testvérünk vett át, és vitte tovább. Erről már nem úgy kell beszéljünk, mint egy lemásolásáról a román nyelvű folyóiratnak, hanem mint egy külön lap jelenik meg, ami tartsa a kapcsolatot a román nyelvű folyóirattal, mert vannak mindig hasonló cikkek, amelyek le vannak fordítva, de viszont vannak abszolút különálló cikkek is, amelyet magyar ajkú testvérek és lelkészek által tartottak fent. És lassan közeledünk a végéhez ezen beszámolónak. A következőkben a fejlődés azt mutatja, amit már nagyon érzünk mi is a mindennapi életünkben, a technika által, hisz maga a folyóirat, a kurier az interneten keresztül is megtalálható már. Persze van ennek több lépcsőfoka, most nem akarom részletesen felsorolni, hogy és mint jutott odáig, hogy valóban egy teljes oldala legyen, amelynek a címét és e-mail címét ugyanitt megtalálhatjuk, vagyis láthatjuk kivetítve. Facebook oldala is van a kuriernek, tehát a virtuális világba is megállja a helyét, és nagyon sok információ, tehát sokkal több információ ad már át az emberek számára, mint csupán, ha egy ilyen folyóiratot valaki a kezébe vesz, mert sok cikk, sok érdekesség, mint ami hasonlóképpen a Szemlélet Impulzusa és az Idők Jelei folyóirattal is van, tehát interneten keresztül sokkal több információt jutunk hozzá, mint ha csak havonta a lapot kézbe vesszük. A következő képünkben egyfajta érdekességre szeretném felhívni a figyelmet. Szóval az összes folyóirat, a Kurierum Missionár és a Kurierum Adventist most elektronikus formátumban is beszerezhető. Hát akik szeretnék ezt, ha bár ez csak román nyelven van meg, a román nyelvű folyóiratra vonatkozik, tehát egészen 1914-től, a legelső számtól, egészen a mostani 2014-es számig az összes folyóiratot két kis karikára, két kis DVD-re reáltették, tehát beszerezhető, olvasható, tanulmányozható, visszamenőleg egészen a mai napig a 100 éves üzenet, ami hangzott minden időkben a romániai emberek fele. Tízlejes áron, akit érdekel ezt, az szóljon, és esetleg megszerezzük. És az utolsó 3-4 kép a Kurieru Adventist missziós folyóirat egy támpont is. Hadd olvassam el. Mondja, a mindenféle történések, valamint az információk áradatának közepette, az emberek mindig értékelni fogják a támpontokat. A kuriernek mindig tisztán kell mutatnia az irányt, melyen Isten népének haladnia kell.
Az emberek itt mindig találhatnak üzeneteket Jézus Krisztus második eljöveteléről. A kuria megszakítatlanul kell mondja, hogy a bűn az bűn, és a szeplőtlenség az szeplőtlenség. Az advent üzenet állandóan jelen kell legyen az Isten szeretetének friss bizonyítékaival, megbocsátásával és annak bizonyságával, hogy Jézus Krisztus a szentélyben szolgál. Mindezen dolgok elsődleges témái kell legyenek a kuriernek, vagyis az advent szemlének. Híradás a végsőkig. Mind ezen időkben Isten az ő egyházával volt, és vigyázott a kurierul adventiszt folyóiratra. Kevés folyóirat tartozik azon kiváltságosok helyzetébe, hogy 100 éven keresztül kiadásra kerül. Mi, mint advent reménység népe örvendünk, hogy ennyi időn keresztül kezünkben tartottuk a kurierul adventiszt folyóiratot, hogy mivel járult hozzá e folyóirat a romániai munka fejlődéséhez, és hány életet befolyásolt az örökké valóság felé, csak is az Isten tudhatja ezt. Hasonlóképpen a magyar nyelvű folyóirat is, ami 92-től jelent meg, ugyanezt a befolyást árazhatja. És hadd a végső gondolatot olvassam el a Három Angyal Naplója címmel. A Kuriel Adventist missziója. A Három Angyal naplójaként egy időben kell befejeződjön az ő missziójukkal, mármint a Hármas Angyal üzenet missziójával. Csak akkor, mikor a fehér felhő közepette szívünknek királya keleten feltűnik, csak akkor, mikor angyali trombita szóra a halottak feltámadnak, és csak mikor meghalljuk a hívást, jöjjetek én atyámnak áldottai, csak akkor mondhatjuk, hogy hazaértünk, és a Kuriérul Adventist folyóirat beteljesítette feladatát. Isten áldja meg a Kuriérul Adventist, vagyis adventszemle folyóiratot, és az ő egyházát. Kedves testvérek, valóban a délelőtti alkalom egy kicsit másabb volt, egy kicsit különlegesebb volt, egy kicsit történelmibb jellegű volt, mint egy mondjuk úgy igéből vett tanítás, de úgy látták vezető testvéreink, hogy valóban mindenfele tudomást szerezünk erről, tudatosítsuk azt, hogy igenis a Jóisten velünk volt, és már 100 éven keresztül hirdethettük az advent üzenetet, aminek nagyon a végéhez közeledtünk. Igaz, többnyire a román nyelvű folyóiratról volt szó, de ezen belül párhuzamosan mindig ott voltunk a munkában, mi is magyarok, és törekszünk arra, hogy valóban a mi részünkön, a mi környezetünkben viszont mi nekünk kell a feladatot továbbvinni, az üzenetet átadni, úgyhogy lehet itt a Nagyvárad szinten is kevesen vagyunk, többen kéne, hogy legyünk, és akik kevesen vagyunk is, lehet, hogy még kevesebben érezzük, hogy igazán át azon felelősségnek a súlyát, amit rajtunk keresztül akar a Jóisten elvégezni. Jó volna ezt a munkát komolyabban venni, jó volna az elhívásunkra jobban odafigyelni, és támogassuk magát az advent szemle, a magyar nyelvű folyóiratot, ami most már a mi képviseletünkben van, mert minél több példányszámban rendeljük meg, olyan mértékben segítsük ezt a munkát, és itten gondolom, hogy nyugodtan hozzá tehetem a magyar nyelvű egészségügyi folyóiratot is, amit, hogyha nem támogatunk kellő mértékben mi magyarok, akkor viszont valóban az alacsony előfizetős száma miatt, már tudom, már 2 éve, vagy még több is, szüntelen felmerül az a kérdés, hogy egyáltalán ki fogják tudni újra nyomtatni. Az egészségügyi folyóiratot lehet missziós célra is felhasználni, az advent szemlét nem annyira, de hogyha veszünk annyi fáradtságot, hogy
minél többen előfizetünk, ezáltal is támogatjuk ezt a missziót, ezáltal is részei vagyunk a nagy advent népnek, és valóban azon a területen, a magyar területen mi is többet tudunk tenni emberekért, hogyha ilyen formában összefogunk. Jóisten legyen velünk, kedves testvérek, és tegye áldottá ezen folyóiratoknak a további munkáját, és mi is legyünk aktív részesei ennek, hogy valóban ezáltal készítsük azt a munkát, amit Jézus ránk bízott, hiszen Jézus Krisztus hamarosan eljön. Jóisten segítsen meg, hogy készen várjuk őt. Amen. Kedves testvérek, záróénekként énekeljük együtt Isten tiszteletünk befejezéséhez a 299-es számú ének. 299. Jézus, a szerintén, jelenben tükrözzed őt.
Köszönjük, hogy vezetsz nap mint nap a mi életünkben. Köszönjük, hogy most visszatekintettünk ezen száz éves időszakra is, és hálásak vagyunk Istenünk azért, hogy a Kurierur Missionár, Kurierur Adventist folyóiraton keresztül te szüntelen szóltál a te népedhez, és nagyon sokan megértették az üzenetet, tisztázódtak a bibliai igazságok az emberek elméjében, és valóban ezáltal egy oly népet hívtál el a mi országunkon belül is, akik tudjuk képviselni a te igazságodat, és valóban igyekszünk magasra emelni az advent igazságnak a zászlaját. Jó atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy voltak emberek, akik munkálkodtak ezen a téren. Köszönjük azt Istenünk, hogy egy idő óta magyar nyelven is megjelenhet ez a folyóirat, és valóban mi is részesülhetünk ennek áldásaiban. Ó, segíts, atyánk, hogy valóban mindenkor megtegyük mindannyian a magunk részét, mindazon dolgokban, amelyben elhívsz bennünket. Érezzük felelősségünk súlyát, hogy ezen igazságokat átadjuk másoknak, és így közösen összefogva az egész világon az advent nép megtegye mindazt, amit elvársz tőle, hogy mi elkészüljünk és segítessünk másoknak is elkészülni a te eljöveteledre. Erre segíts meg Istenünk továbbra is bennünket, hogy valóban ameddig be nem zárul véglegesen a kegyelem ideje, addig mindannyian hirdethessük üzenetedet, és akkor nyugodjunk csak meg, akkor pihenjünk csak meg te benned, amikor a te országodban lehetünk. A Jézus nevében segíts meg erre bennünket, és töltsd be missziós lelkülettel. Amen.
Nagyon szeretettel állhatom minden tévéhez, hogy mondom,